szálkai víztározóról elmondhatjuk, családbarát horgásztó. A település főterétől pár lépésre húzódik a tóparton, hűstadó lombok alatt az országos kék túra dunántúli szakasza, ahol több kilométeres gyalogtúrák tervezhetők. A fürdeni napozni vágyókat a tó felső részén büfével, kiépített főzőhelyekkel, vízibiciklikkel strand várja. Amíg a család horgász tagjai kedvenc időtöltésüknek hódolnak, felfedező útra lehet indulni a tolnai sár közbe, és megismerkedhetünk a történelmi hely építészetével, kultúrájával, népviseletével. A vízfelület 57 hektár. A tó átlag mélysége 3 méter, azonban a tározó alsó részén akár 6-9 méteres vízmélységet is találhatunk. A part ugyanúgy, mint a meder, tagolt. Így mindenki talál magának megfelelő horgászhelyet, úszós, fenekezős, bojlis vagy pergető horgászatra egyaránt. A horgászrend engedélyezi a csónakos horgászatot, ezért van, mint látni fogjuk, több kiépített csónakkikötő is. A fő halfajok ponty, amúr, süllő, harcsa, balin, keszekfélék, törpeharcsa, angolna, sőt, combó is. Persze vannak jegyzett tórekordok is. Az eddig kifogott legnagyobb ponty 23 kg, míg a rekordharcsa 92,3 kg volt. Nem csoda, hogy a halak jól érzik magukat a tóban, hisz a vizét a Lajvérpatak folyamatosan frissíti. Ha már frissítés, el kell mondani, hogy a tó halállománya is 3 havonta új telepítéssel megújul. Aki szeretne itt horgászni, be kell tartania az általános horgászrend szabályait, de ajánlott érdeklődni a helyi szabályokról is. Így például megtudhatjuk, hogy 14 éves korig nagykorú felügyelete mellett egy horgászbottal, azon egy horoggal lehet horgászni. A gyerekek napi egy méretkorlátozással védett halat, és a méretkorlátozás alá nem eső halfélékből 5 kilót tarthatnak meg. Az ifjúsági engedéllyel rendelkezők szintén csak egy felszereléssel horgászhatnak. A felnőtt engedély 2 bottal való horgászatra jogosít. Napi eggyel 2 darab nemes hal és 5 kiló egyéb vihető el. A dombvidéki víztározó már teljesen a természetbe olvadt, és elfogadta itt létét egyaránt ember és állat.
A terület a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetsége kezelése alatt áll. A fenntartó minden évben folyamatos fejlesztéseket hajt végre. Kiépített telepítőhelyet alakított ki, és a telepítések alkalmával csak korlátozott területen tiltja a horgászatot. A tópartján külön gépkocsival jól megközelíthető, mozgáskorlátozottak számára fenntartott hely van kiépítve. Aki egyszer horgászott itt, mindig visszavágyódik. A tó pedig mindenkit visszavár, legyen jó vagy rossz idő.